17. perc. Rót még. Ez most szép volt. Dvéri vissza Róthoz. Ez helyzet. Gájics ott van a túloldalon. Egyedül Rót várt. Szabados közbelépett. Soproni szabadrúgás 18 méterről. Somogyi vagy Tóth István lőheti. Somogyi végvédett nagyot. Monya pedig most kirúgja a labdát. Dvéri szöglete. Tímár nem tudott fejelni, Csató viszont lőhet fölé. 41. perc, Perger, Tíber. Perger csele jól sikerül. Stanojevic vágta ki. Somogyi. Tóth István bújt ki a védők közül és fejelt, de hát ez sem volt igazán veszélyes. Rót. Most egy kontra lehetőség. Gájicsnak jó Rót labdája. Gájics szép csel. Dvéri lőtt. És az ismétlés mellé megy Gájics részéről. A találkozó legnagyobb helyzete. Rót futott el villámgyorsan Somogyi szabadrúgása után. És utána kétszer is lőhettek. 12. perc. Gájics. Aztán szabados. Dvéri. Laposan be. Rót nem érte el. Ha megteszi, akkor alig, ha nem gól a vége. Így azonban az 57. percben marad a 0-0. 60. perc. Kis szöglet. Pintér. Jó a labda! Vezet a Sopron. Tóth Mihály csúsztatott. Teljesen váratlanul vezetést szerez a hazai csapat. A találkozó első kis szöglete, és ez volt a nagy húzás. Tóth Mihály pontosan ellenkező irányba vetődött, mint amerre fejelte a labdát. Szép mozdulat, 1-0 a hazai csapat javára. Tóth András. Tóth István Sirához. Tímár mellett Sira csele. Sira lő. Ő most állt be. Tóth Mihály emel, méghozzá jól Sira, visszafejelt labda, mire vártak? Erre vártak. 2-0. Hihetetlen védelmi hiba. Tóth András szerezte a gólt. A fehérvári védők egy helyben álltak, miközben a labda az ötös környékén pattogott. Tóth András pedig mozgott. Ebből született a gól. Dvéri szabadrúgása, Pomper. 26. perc a második félidőben, Pomper lőtt. Monye. Pomper. Pomper jobbal, nagyon jó lövés. Farkas öklözött. Péter mehet lendületből, Somogyitól kapta vissza a labdát. 35. perc a második félidőben, Somogyi. Ballal, jó lövés, vég! Meg tudta fogni. Most szerencséje volt végnek, bár természetesen jól is vetődött, de hát elsőre nem tudta hatástalanítani a labdát, a pattogása pedig már nem gyakorolhatott hatást. Tóth Mihály, Perger, ez jó labda, Sira pedig megy, most már lesen, Riszt is se vezeti rá Perger, jó a csel, Perger még, visszateszi, Pintér lőhet, fölé, Fehér. Perger fut, övé a labda, 91. perc, Perger emel, Tóth Mihály, kapufa! Zicser volt. Vicces meccs volt, ugye ezen 60 percig azt csináltunk a pályán, amit mi akartunk.